Jó reggelt, jó napot kívánok minden résztvevőnek. Őszintén remélem, hogy mindenkinél jó hang, és kellően jól hallanak, hallatok minket. Üdvözlöm ezen a mai webináron a távmunka IT biztonsági szempontjában, a szempontjai a Sophos tükrében címet kapta, amiben röviden azt fogjuk áttekinteni, hogy mire kell, mire érdemes odafigyelni, hogyha ilyen rendszert telepítünk, ilyen rendszert üzemeltetünk. A mai előadást azt nem én fogom tartani, én csak egy rövid felvezetőre vállalkozom itt. Hirsch Gábor kértük meg, hogy tartsa meg ezt a mai előadást. De mielőtt ebbe belevágunk, gyorsan egy pár szót arról, hogy nekünk, mint Gloster, mégis mi közünk van ehhez a témához, és mégis miért szeretnénk mi ebben a témában megszólalni. Alapvetően, aki nem ismerne minket, annak gyorsan egy pár szót magunkról. Mi egy több rétegű informatikai szolgáltató vagyunk, aki vezető technológiával oldja meg ügyfelei hálózati és IT kihívásait. A tavalyi évben nagyjából egy 2,3-as árbevétele, milliárd forint árbevétele, 42 fő alkalmazottal zártuk az évet, 99 havidíjas ügyféllel csinálom meg évente 362 millió forint EBITDA-t. Az elmúlt években volt jó néhány akvizíciónk, amikre nagyon büszkék vagyunk. Tavaly januárban az Eurovay akvizíciót valósítottuk meg, egy nagyon erős hálózati és balasszisz kompetencia került a cégbe. Tavaly év végén valósítottuk meg a TMS-i akvizíciót, ők a cégnek a kibervédelmi üzletágaként folytatják tovább itt a tevékenységet nálunk, és ezáltal lettünk Sophos Platinum partnerek mi is. Ez ebben a kategóriában a elérhető legmagasabb partnerség. Itt egyébként azt a fotót tettem be, ami az akvizíciós szerződés aláírása után történt, egyébként ez jött a sajtóban elég sok helyen is. Idén a kábeles csapatunkat, van egy saját kábelezős csapatunk, őket kiszerveztük egy külön cégbe, őket Cable Line Technologies-nak hívják, ők strukturált hálózati kábelezést és optikai kábelezést végeznek, és a tevékenységünket pedig üzletágokba szerveztük át, foglalkozunk networkingkel, szolgáltatással, privát felhővel, kibervédelemmel, ugye erről lesz ma szó. Van egy intelligens intelligens épületek üzletágunk, ezt végzi a Cable Line Technologies, és előttünk el még egy akvizíció, belőlük lesz majd az IT infrastruktúra üzletág valamikor 2020 első felébe. Amire szintén nagyon büszkék vagyunk, hogy mi alapvetően egy távkarbantartással működő csapat vagyunk, távolról üzemeltetjük az ügyfeleinket, fölhúztuk tavaly nyáron ezt a Gloster Managed Center nevű objektumunkat, ahova az ügyfeleket bekötöttük, és proaktív módon itt tartjuk őket korban, hogyha bármi történik az ő rendszerükkel, akkor mi itt hamarabb látjuk egyébként, mint gyakran ezt ők észreveszik. Nyilván nyertünk néhány díjat és elismerést, tavaly egyébként az év intelligens vállalata díjat nyertük meg, erre különösen büszke vagyok, mert ehhez nekem, mint tulajdonosnak semmi közöm nem volt, ez teljes egészében a csapat érte el önerőből, de részt veszünk a budapesti értéktőzsde elit programjába is, és a közeljövőben a budapesti értéktőzsde Xtend piacán is egyébként szeretnénk megjelenni. Oké, néhány ismertebb ügyfelünket tettem föl erre az ábrára, hogy azt mondják, hogy informatikai cégeket ugye ügyfeleik jelentős mértékben minősítik, hogy kiknek dolgozunk, illetőleg néhány technológiai partnerünk, úgy mint ugye Sophos, Cisco, Aruba, Balasis, akikkel ugye viszonylag sokat dolgozunk, szolgáltatási oldalon pedig a Puzzler-nek a PRTG termékét használjuk, illetőleg Jira-ban csináljuk a support ticket rendszert. Számos mérnökünk van, számos minősítései, ezeket most nem fogom felolvasni, csak azt szerettem volna itt a részvevők számára világos legyen, hogy egy viszonylag széles spektrumú informatikai cég vagyunk, viszonylag sok mindenhez értünk, aminek most egy kicsin szeletéről, a Sophosról fogunk beszélni. Én át is adom a szót Gábornak, megkérem, hogy kapcsolja be a videóját, és a mikrofon némítását vegye le. Átadom neki a labdát, és akkor ő lesz ennek a továbbiakban ő fog prezentálni nektek. Szép jó napot kívánok! Nem tudom, hallatszik-e, amit mondok. Én most akkor váltok a prezentációban. Szuper, remélem akkor a hallgatóság többi része is jól hall. Hát köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy a következő néhány percben a Sophos távmunkát segítő
IT biztonsági megoldásairól beszéljek, illetve úgy általában egy kicsit a távmunka IT biztonsági kihívásairól. Ugye amiért ez az egész helyzet fennáll, ugye ez a pandémiás helyzet, ami körülvesz minket, hirtelen nagyon nagy igény jelentkezett a vállalatok részéről arra, hogy a kollégák biztonságban távolról az otthonukból tudják végezni a munkájukat, viszont nem feltétlenül vannak felkészülve a vállalatok arra, hogy milyen IT biztonsági infrastruktúra szükséges ehhez, illetve milyen IT biztonsági kihívások vannak ezzel kapcsolatban. Röviden, hogy körülbelül miről lesz szó, ugye magukról a problémákról, a Sophosról pár szó, magukról a megoldásokról és egy promócióról a végén. Maguk a problémák. Ugye ahhoz, hogy az otthonukban tudjanak dolgozni a kollégák, jó eséllyel mobileszközöket kell biztosítani a szervezetnek, és azok a mobileszközök kikerülnek a vállalat védett kontroll környezetéből. Ugye azt, hogy mondjam, viszonylag nehéz átvinni, bár végszükség esetén az is egy megoldás, hogy a kedves dolgozó a saját otthoni eszközével dolgozzon, erre is van megoldás, de azért amennyiben erre van lehetőség, azért egy vállalat szempontjából mégiscsak a vállalat saját eszköze az, ami a biztonságot igazából garantálja, már csak azért is, mert annak ellenére, hogy nincs bent a vállalati védett környezetben, tud olyan kontrolleszközöket telepíteni erre a számítógépre, erre a hordozható számítógépre, vagy bármilyen más mobileszközre, például mobiltelefonra vagy tabletre, amivel ki tudja kényszeríteni azokat a biztonsági funkciókat, amire szüksége van ahhoz, hogy a vállalat egész IT infrastruktúráját meg tudja védeni. Tehát az első probléma még egyszer az, hogy kikerül ez az eszköz a vállalat védett környezetéből. Ugye itt felmerül azon kívül, hogy nincs kontrollban, nincs kontroll alatt az eszköz, az, hogy hát innentől kezdve ezt el lehet veszíteni. Viszont ezeken az eszközökön olyan érzékeny információk szerepelhetnek, amiket nem szívesen szeretne a cégvezetés, hogy illetéktelen kezekbe kerüljön, és ezt valamiféleképpen meg kell tudni gátolni. Azt nem feltétlenül lehet meggátolni, hogy elveszítsék, vagy ellopják ezeket az eszközöket. Persze erre vonatkozóan is lehet biztonsági intézkedéseket tenni, de arra vonatkozóan feltétlenül vannak információ és IT biztonsági megoldások, hogyha bekövetkezik maga a nem kívánt esemény, akkor a kár minimalizálása megtörténhessen. Illetve a harmadik nagy terület, amivel foglalkozni kell, az pedig a távoli hozzáférésből adódó biztonsági kihívások, tehát az, hogy amikor távolról becsatlakozik az eszközzel, a vállalati infrastruktúrával felhasználó, akkor maga a kapcsolat védve legyen, tehát ne tudják lehallgatni, mert hogy itt is vélelmezhetően érzékeny üzleti információk fognak a dróton vagy a drót nélküli hálózaton közlekedni, és ezért fontos, hogy a távoli hozzáférés biztonsága is garantált legyen. Tehát ez a három olyan alapvető területet tartom fontosnak, amiről mindenféleképpen gondoskodni kell ahhoz, hogy ez a távoli munkavégzés ez biztonságos legyen. A továbbiakban arról fogok beszélni, hogy mi is ez a Sophos, egyébként az a Sophos cég, amiről egyébként vélelmezem nagyon sokan hallottak.
Nem tudom, hogy kinek milyen koncepciója, vagy benyomása, vagy ismerete, vagy információja van magáról a Sophosról. A Sophos egyébként egy 1985-ben alapított cég, és a sok ismert technológiai cégek között, én azt gondolom, hogy viszonylag ritka abból a szempontból, hogy ez egy európai cég. Konkrétan Nagy-Britanniában, Oxfordban alapították, és a mai napig Nagy-Britanniában van a központja. Amiről ismerhetik, az elsősorban az antivírus terméke, illetve a végpont védelmi megoldása, de ahogy látják már a statisztikában, a Sophos nem csak végpontvédelmi megoldásokkal foglalkozik, hanem egy nagyon komoly, nagyon masszív hálózatbiztonsági portfólióval is rendelkezik, aminek egy részéről fogok természetesen ma csak beszélni, ahhoz kapcsolódóan, ami a távmunkát segíti. Illetve van egy nagyon komoly services része, amiről most megint csak nem fogok szót ejteni. Egy gyors historikus bemutatás, hogy mi minden történt a Sophos életében. Ugye, amit kiemelnék, az néhány akvizíció. Az első, az egy 2008-as, Magyarországon is nagyon ismert és nagyon komoly ügyfélbázissal rendelkezett egy Utimaco nevezetű cég, egy német cégről van szó, amely titkosítással foglalkozott, és a mai napig élnek az Utimaco megoldásai, természetesen továbbfejlesztett megoldásai a Sophos portfóliójában. A másik ilyen jelentős akvizíció az az Astaro nevezetű, ugyancsak német tűzfalgyártó cégnek az akvizíciója, ami 2011-ben történt, és ez alapozta meg a hálózatbiztonsági üzletágát a Sophosnak, és ami számunkra, a magyarok számára egy érdekesebb akvizíció, de itt az ábrán nem szerepel, az 2012-ben történt, nevezetesen a magyar vírusbuster antivírus cégnek az akvizíciója, és ennek következtében, és ennek továbbfejlesztéseképpen, amint láthatják, az egyik legnagyobb Sophos bázis, az Magyarországon, konkrétan Budapesten van, ez egy nagyon komoly, nagyon sok, több száz mérnököt foglalkoztató fejlesztő központ Dél-Budán, és nagyon sok Sophos megoldásnak a fejlesztése, tesztelése folyik ebben a bázis, ebben a fejlesztő központban, és természetesen, amennyiben erre igény és lehetőség van, akkor meg tudjuk szervezni azt, hogy az ügyfelek meglátogassák ezt a fejlesztőközpontot, és kaphassanak egy kicsit bővebb információt magáról, a Sophosról, illetve az ott folyó, konkrétan ebben a fejlesztőközpontban folyó fejlesztésekről. És akkor magukról a megoldásokról néhány szóban. Tényleg csak azért mondom, hogy néhány szóban, mert ezekről a megoldásokról nagyon sokat lehet beszélni. Itt elsősorban azokat szedtem össze, amiket a jelen körülmények között viszonylag gyorsan képes a szervezet alkalmazni, tehát nagyon egyszerű, lehetőség szerint felhő menedzsmenttel rendelkező, tehát az indulási beruházási költséget a minimálisra szorító megoldásokról fogok beszélni. Az első ilyen, ugye az eszközfelügyelet témakörébe tartozó Sophos Mobile nevezetű megoldás, ami az úgynevezett Mobile Device Management, magyarul a mobile eszközöknek a távmenedzsmentjét foglalja magába. Ezek elsősorban okostelefonok, Android, iOS, illetve Windows
mobile eszközök, illetve Windows 10-es desktop eszközökről van szó, melyeknek az eszközmenedzsmentje, amikor kikerülnek a védett környezetből, hát ugye természetesen egy mobiltelefon, egy okostelefonnak elsősorban ez a feladata, hogy kikerüljön a védett környezetből, ezt valahogy meg kell tudnunk valósítani, ezt valahogy garantálni kell tudni. Maga az eszköz az kétféle menedzsmenttel is elérhető. Létezik úgynevezett on-premise menedzsmenttel, tehát amikor a klasszikus módon egy menedzsment szervert telepít szervezet a központjába, de létezik maga az említett cloud alapú, felhő alapú menedzsment, ami a Sophos esetében a Sophos Central névre hallgat. Maga az eszköz az képes alkalmazáskontrollokra, illetve eszközkontrollra, fehér és fekete lista alapján is képes működni, illetve konténerizációra is képes, tehát el tudjuk szeparálni a magán, illetve a céges adatokat egy eszközön belül. A következő, ugyancsak ebben a témakörbe tartozó, ugye problémakörbe tartozó megoldás, vagy problémakör megoldását hivatott szolgáló megoldását szolgáló megoldás, a Sophos Endpoint védelmi megoldása. Itt több megoldás is elérhető a Sophos portfóliójában. Első körben az úgynevezett Intercept nevezetű megoldásáról beszélnék a Sophosnak, ami a klasszikus végpontvédelmi megoldásokkal szemben, amik jellemzően szignatúra alapúak, ez egy egészen más logikával működik. Ugye a hagyományos megoldások úgy működnek, hogy vannak letöltött úgynevezett vírusadatbázisok, szignatúrák, és ezekhez a szignatúrákhoz hasonlítja maga az eszköz a különböző vizsgált dolgokat, ez lehet tartalom, tehát például webes tartalom, tehát forgalmi információk, illetve lehetnek állományok, például egy e-mail szűrés esetében, a csatolmányok vizsgálata esetében. És értelemszerűen, hogyha talál egyezőséget a mintával, tehát a szignatúrákkal, akkor jelez. Az első, egyik ilyen probléma, ami ugye már nagyon sokat hangsúlyozott a szakma, hogy az úgynevezett ismeretlen zero day támadásokkal szemben viszonylag nehézkes a védelem, mert azokra nem feltétlenül létezik szignatúra, mert a gyártó bizonyos idő elteltével tudja csak az úgynevezett szignatúrákat előállítani, azokat ugye le kell tölteni a végpontvédelmi megoldásokba, és onnantól kezdve jelent majd védelmet. Az Intercept X, ez nem szignatúra alapú működést valósít meg, ebből következően elég sokféle megoldás ellen, vagy támadás ellen képes védelmet nyújtani, tehát a zsaroló vírusok ellen, a malverek, vírusok, és egyéb károkozó kódokkal szemben tud védelmet nyújtani. De hogy hogyan is működik? Hát nagyon egyszerűen megpróbál a támadók fejével gondolkozni, és olyan a dián látható mechanizmusokkal próbálja felderíteni azt, hogy az adott kód, aminek vagy adott állomány, aminek a vizsgálatát végzi, az károkozásra íródott-e vagy sem, ami eltér a hagyományos szignatúra alapú védelmektől. Illetve, ami még egy nagy előnye, hogy egy ilyen deep learning mechanizmust alkalmaz, ugye ez most egy nagyon fancy és nagyon közkeletű mechanizmus, a deep learning, machine learning és a mesterséges intelligencia egy most az IT biztonság témakörébe is egyre inkább teret kapó megoldás,
és ez az Intercept X is ehhez hasonló mechanizmusokkal próbálja kiszűrni a károkozó kódokat. Mivel nem szignatúrát alkalmaz, nem szignatúra alapú védelmet alkalmaz, ezért a már meglévő, akár más gyártó szignatúra alapú védelmei mellett is egy következő biztonsági layerként alkalmazható maga az Intercept X, mert elkerülhető az a fajta, hát több gyártó esetén, több gyártó alkalmazása esetén tapasztalható úgynevezett összeakadása a különböző gyártó végpontvédelmi mechanizmusainak, ami a klasszikus szignatúra alapú megoldásoknál hát bizony előfordul. De hogy mégiscsak ez így sokakban kelt bizonyos ellenérzést, hogy na jó, de hát ugye a biztos, hát a szignatúra alapú az ugye egy ilyen megszokott, és valószínűleg az a biztos megoldás. Engedjék meg, hogy itt most gyorsan egy NSS lap tesztet hozzak, ez a 2019-es Advanced Endpoint tesztje az NSS labnak. Én a magam részéről azért szeretem az NSS lab tesztjét, egyrészt mert egy olyan független technológiai teszt laboratórium, ami közreadja magát a teszt metódusait, tehát amikor egy ilyen tesztjelentést közread, akkor magát a teszt metódust is közreadja, és vállalja, hogyha valaki reprodukálja az adott itinerek alapján a tesztet, és nem ugyanarra a végeredményre jut, akkor módosítja az eredményeit. Ez az egyik. A másik pedig vizsgálja nem csak a biztonsági hatékonyságát magának az eszköznek, hanem annak az ár-érték arányát, tehát konkrétan mennyibe kerül a megvalósítása a biztonságnak az adott eszközzel. Konkrétan ezt egy ilyen matrix-szerűségben ábrázolja, aminek a függőleges tengelyén a biztonsági hatékonysága van az eszköznek, illetve a vízszintes tengelyén pedig a költség vonzata. Értelemszerűen minél magasabban van az eszköz pozícionálva a függőleges tengely szempontjából, annál nagyobb biztonságot tud garantálni, illetve minél inkább baloldalt van, annál drágábban tudja ugyanezt a biztonsági szintet. Ergo, aki a jobb felső sarokban van, az az legbiztonságosabb, illetve a legolcsóbban tudja ezt a biztonságot kínálni. És ahogy látják, pirossal bekarikáztam, a Sophos Intercept a jobb felső sarokban végzett a teszt során. Tehát nem csak biztonságos, hanem a legolcsóbbnak is bizonyult a tesztelt eszközök között. Ez az ábla egy összefoglaló ábra, hogy milyen végpontvédelmi megoldásai vannak, vállalati szintű végpontvédelmi megoldásai vannak a Sophosnak. Ugye a jobb oldalon látják az Intercept X-et. A maga az Intercept X felhő alapú menedzsmenttel rendelkezik, kétféle licencelési metódusa van. Van maga az Intercept X, és van az úgynevezett Intercept X Advanced, ami a hagyományos szignatúra alapú védelmi megoldás kiegészítésével lehet megvásárolni az Intercept X-et, illetve vannak a hagyományos úgynevezett on-premise megoldásai magának a Sophosnak, ez a klasszik úgynevezett endpoint protection megoldásai. A következő terület ugye maga az állomány titkosítás, amiről beszéltem. Nem tudom, mennyire hallottak arról az esetről, amikor néhány évvel ezelőtt
egy VW Passzátot föltörtek a Margit híd budai, vagy a Pesti, azt hiszem talán a Pesti híd főjénél, és elloptak belőle egy laptopot. Hát ilyen előfordul. A probléma abból adódott, hogy ez a laptop a paksi atomerőmű bővítésére vonatkozó információkat tartalmazott, tehát kritikus volt, hogy maga a laptop és az azon lévő információk titkosítva legyenek, és így nem kerülhettek ki olyan, hát akár még állambiztonságot is fenyegető információk az illetékesek kezén és illetékesek kontrollján kívül, amit nem szerettek volna. És így meg tudták gátolni azt, hogy nagyobb probléma legyen ebből az incidensből. A Sophosnak kétféle titkosító megoldása van. Az egyik a már említett Sophos Central, azaz a felhő alapú menedzsment által nagyon könnyen alkalmazható titkosító megoldása. Ez egy diszk titkosító megoldás, és az operációs rendszerbe beépített BitLocker, illetve Firewall titkosító megoldásokat alkalmazza, mert ennek a központi menedzsmentjét valósítja meg. Itt a legnagyobb probléma általában az szokott lenni ezeknél a megoldásoknál, hogy az úgynevezett visszaállító kulcsnak a tárolása az igen nehézkes. Mert hogyha nincs központi menedzsment, akkor a visszaállító kulcsnak a tárolása is elég nehézkesen megvalósítható központilag. Viszont amikor például egy kolléga, teszem azt, elhagyja a céget, maga az eszközét visszaadja, ugye általában akkor nem nagyon szokta a titkosító kulcsát is visszaadni, mert hát miért adná, ez az ő titka, különben nem működne a dolog, viszont elképzelhető, hogy a vállalatnak szüksége van az eszközön tárolt információkra, ezért az úgynevezett recovery kulcs, recovery key, visszaállító kulcs, az nagyon fontos, hogy meglegyen, és ehhez és innentől kezdve visszaállíthatóak legyen az információk. A másik megoldása a korábban említett Utimaco akvizíció kapcsán került a portfólióba, ez a Safeguard nevű megoldás, ami mind full disk titkosításra, mind pedig egy-egy file titkosítására alkalmas megoldás, viszont ez a megoldás úgynevezett on-premise menedzsmenttel rendelkezik, azaz mindenkinek a szervezeten belül kell, hogy egy menedzsment szervert telepítsen. Az utolsó témakör pedig a távoli bejelentkezés biztonsága, ugye itt egyrészt magáról a vonali titkosításról beszélünk, tehát maga az, hogy a kommunikációs csatorna biztonságos legyen, illetve a munka, ami jellemzően e-mailen vagy valami webes felületen történik, ennek a biztonsága meglegyen. Itt a vonali titkosításra vonatkozóan a Sophos XG tűzfal családját ajánljuk, ami egy úgynevezett UTM tűzfal család. Ez azt jelenti, hogy én azt szoktam mondani, hogy az UTM az a hálózatbiztonság svájci bicskája, azaz több biztonsági funkció van ötvözve egy fizikai vagy virtuális eszközben, ugyanis maga a Sophos XG tűzfal az elérhető mind hardware appliance formájába, mint pedig úgynevezett software appliance, virtuális appliance formájában. Viszont nagyon sok biztonsági funkciója elérhető, itt most csak néhányat soroltam föl, természetesen van új generációs behatolásvédelmi megoldása, tűzfal
VPN, adatszivárgás elleni védelem, antivírus megoldása, tehát maga az eszköz, a tűzfal is képes tartalombiztonsági funkciókra, webalkalmazás tűzfal funkcióval rendelkezik, illetve természetesen VPN funkciókkal is, mind IPsec, mind pedig SSL VPN tunnel kialakítására képes. További lehetőség, itt nem feltétlenül a távoli munkáról van szó, de akár távoli munka esetében is, hogy létezik egy úgynevezett RED eszköze a Sophosnak, ez a Remote Ethernet Device-nak a rövidítése, ami egy nagyon kompakt kis hardware eszköz, ami akár otthoni irodába, vagy egy kisebb, néhány főt foglalkoztató távoli irodába lehelyezhető. Ez az eszköz semmi más nem csinál, csatlakozik a központi tűzfalhoz, és kiépít egy biztonságos VPN csatornát a tűzfallal, és onnantól kezdve a kommunikáció és maga az internet kijárata is az adott irodának, vagy az adott telephelynek, az a központi tűzfalon keresztül valósul meg, és garantálható a biztonság magán a távoli telephelyen. Ahogy látják, elég sok VPN technológiát képes a Sophos támogatni, SSL, PPTP, LTTP megoldásokkal képes együttműködni, illetve természetesen létezik Sophos VPN kliens is, ami telepíthető mobil számítógépekre, és képes különböző metódusok alapján becsatlakozni, és a biztonságot, biztonságos csatornát létrehozni a számítógép és a központ között. macOS, illetve Windows támogatása is van ennek a kliensnek, tehát mind Apple számítógépekről, mind pedig Windows alapú számítógépekről képes bejelentkezni a kolléga. Megint csak egy NSS lab teszt, ami a tűzfalakra vonatkozik, és itt is ugye a jobb oldali sávban, tehát abszolút a recommended kategóriában szerepelt maga a Sophosnak az XG tűzfala. Ahogy látják, egy gyors összefoglaló, hogy milyen átviteli teljesítményei vannak a tűzfalnak. Ugye az egészen kvázi kicsi XG86-ostól az elég komoly XG750 kategóriájú termékig képes megoldást kínálni a Sophos. Ha megfigyelik, azért van egy Wi-Fi oszlop is a táblázatba, mert a kisebb úgynevezett desktop eszközök, azok a klasszikus Wi-Fi antennával a Wi-Fi antennával rendelkeznek, de azt is el kell mondanom, hogy az összes Sophos XG tűzfal az önmagában Wi-Fi kontrollerként is funkcionál, léteznek Sophos AP-k, access pointok, és akár egy komplex Wi-Fi hálózat is fölépíthető Sophos megoldásokból. És ha már sokat említett Sophos Central, ez, ahogy mondtam, a Sophos felhő alapú központi megoldása, ami majdhogy nem azt lehet mondani, hogy az összes Sophos terméket képes központból menedzselni. Illetve még egy nagyon fontos
funkciója van. A Sophosnak létezik egy úgynevezett Synchronized Security koncepciója, nevezetesen, hogy a különböző Sophos eszközök együtt tudnak működni, és ezáltal egy még hatékonyabb védelmet képesek kínálni. Ez azt jelenti, hogy például a Sophos tűzfala együtt tud működni a Sophos végpont védelmi megoldásával, például az InterceptX-el, és ezáltal akár egy olyan egyedi gépre vonatkozó karanténmechanizmust lehet létrehozni, hogy nem a klasszikus úgynevezett subnetekbe vagy alhálózatokba vonatkozó karantént lehet létrehozni, meggátolandó az, hogy a károkozókód terjedjen, hanem akár egy-egy gépre vonatkozó elszigetelést is meg lehet valósítani, tehát egyetlen egy gépet le tudok konkrétan választani a hálózatról, és el tudom vágni a kommunikációját ezáltal. Itt hoztam egy összefoglalót, hogy tulajdonképpen miről is beszéltem az elmúlt időben, milyen megoldások vannak, ugye maguk az eszközvédelemről, ugye az Intercept X, illetve van egy Home megoldása is a Sophosnak, erről mindjárt fogok beszélni pár szót. Van természetesen titkosító megoldása, van biztonságos kapcsolatot létrehozó megoldása, van e-mail biztonsági megoldása. Itt, amiről nem esett szó, az a Sophos e-mail gateway megoldása, ami egy önálló e-mail védelmi megoldása. Természetesen ez is elérhető. Ugyanúgy, ahogy a web biztonsági megoldása is elérhető. Tehát itt most, ahogy említettem, nagyon széles portfólióról van szó a Sophos esetében, és azokat a megoldásokat mondtam, amik viszonylag gyorsan és egyszerűen telepíthetők, de természetesen ezek önálló megoldásokként, mind a web gateway, mind pedig az e-mail gateway elérhető, illetve magukról az eszköz kontrollról, ugye a Sophos Mobile, illetve az InterceptX-ről esett szó. Illetve egy promóciót is szerettem volna elmondani, amit most a különleges helyzetre vonatkozóan hozott a Sophos. Nevezetesen, hogy minden Sophos terméket használó végfelhasználó ingyen fogja tudni használni a Sophos Home Edition változatát, ami egy végpontvédelmi megoldás. Ergo minden olyan dolgozó, aki az otthoni gépéről dolgozik, vagy az otthoni gépét is használja valamiféleképpen a munkára, és egyébként a cége használja a Sophos megoldását, azoknak, a cégeknek, illetve a dolgozóknak maga a Sophos Home változata az elérhető. Én ennyit szerettem volna így elmondani ugye 40 percben, ugye ez volt a cél, hogy az első 40 percet tartsuk meg az előadásnak, illetve a továbbiakban a kérdésekre fogok válaszolni. Oké, Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk. Arra szeretném felhívni minden résztvevőnek a figyelmét, hogy a jobb oldalon, a jobb oldali menüben van egy ilyen Q&A nevű rész, és oda lehet bepötyögni a kérdéseket. Jó, hogyha oda esetleg bárki megtenné, hogy néhány olyan kérdést, amit az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy éppen az el nem hangzott dolgokkal kapcsolatban szeretne megtudni, akkor ott van a lehetőség, hogy ezt megtegye, és amint ezt megteszi, akkor én ezeket a kérdéseket most itt Gábornak fel is teszem, és akkor nagyon, nagyon reméljük, hogy mindannyian választ kapunk rá. Oké, kaptunk itt egy kérdést, hogy a 16-os dián mik azok az AC pontok? Ezt, hogyha esetleg... Igen,
A ABC pontok azok olyan gyártók, amiket nem akartak megnevezni, egyszerűen azért, mert ugye ők a nem támogatott annyira rossz kategóriába kerültek, hogy ugye azt semmilyen formában nem támogatja az NSS Lab, és ugye ezt úgy próbálta kezelni, hogy nem nevezi meg ezeket a gyártókat. Ja, világos, oké. Okay. Tehát egy kicsit ilyen PC-k próbálnak lenni, ahogy szokták mondani Igen. manapságosan. Jó, oké, okay. Itt egy olyan kérdés érkezett még, hogy ezek az itt felsorolt szolgáltatás, tehát az itt felsorolt megoldások, azok ilyen milyen licencelési formában, illetőleg hogy havidíjas formában elérhetőek-e már? Igen. Léteznek bundle megoldások. Pontosan tudni kell, hogy milyen végpontvédelmi megoldásokat szeretnének. Azt hozzá kell tenni, hogy az on-premise megoldás esetében nincs közös menedzsmentje a végpontvédelmi megoldásnak és a titkosító megoldásnak. Ez fontos. A centrál, tehát a cloud management esetében viszont közös menedzsmentje van, tehát a Sophos centrál az, ami mind a végpontvédelmi, mind pedig a titkosító megoldásnak a központi menedzsmentjét adja, tehát egy központi konzolból tudják menedzselni. Uh-huh. Ezek a megoldások mindegyike, ami centrálos megoldás, az elérhető úgynevezett menedzselt szolgáltatás kategóriában is, tehát havidíjas változatban is. Még egyszer hangsúlyozom, a centrális megoldások, az on-premise megoldások nem. Oké, okay, köszönjük szépen. Érkezett még egy olyan kérdés, hogy lehet-e általad említett két terméket, ugye az endpoint és a titkosítást egy csomagba szervezni? Igen, igen, lehet. Létezik ilyen bundle az állistában. Aha. Jó, és lehet a felhős megoldás esetén a különböző modulokat különböző felhasználó számra rendelni? Például mondjuk endpoint védelem 100 gépre, de mondjuk titkosítás csak mondjuk, nem tudom, 50-re. Igen, nincs összefüggés ilyen szempontból, csak hogyha bundle-ban rendelik. Ha nem bundle-ban, hanem két külön terméket rendelnek, akkor természetesen eltérhet felhasználó szám. Aha, szuper. Ott jött még egy olyan kérdés, bocsánat, csak itt próbálok közte navigálni, hogy ezt megválaszoltuk. Oké. Okay. Van-e ingyenes teszt, és mit kell csinálni annak, aki ingyen ki szeretné próbálni a megoldást? Majdnem mindegyik Sophos termékből létezik ingyenesen letölthető trial verzió. A Sophos centrálos eszközök esetében ez végtelenül egyszerű, regisztrálni kell a Sophos centrálba, és egyszerűen ott a Sophos centrálon belül lehet igényelni a 30 napos demo verziót, illetve az on-premise változatoknál pedig a gyártó honlapján, természetesen el fogjuk küldeni, a gyártó honlapján lehet hozzáférni ezekhez a 30 napos verziókhoz. Aha, jó. Hát akkor szerintem maradjunk annyiban, hogy ennek az előadásnak a végén, ugye holnap úgyis kiküldjük az előadásnak a rögzített verzióját, illetőleg a prezentációt is elérhetővé tesszük minden résztvevő számára, és ugyanebbe az e-mailbe bele fogjuk tenni azt a linket, ahol ezeket meg lehet. Közben jött még egy kérdés, bocsánat, azt próbálom itt előkeresni, csak az a chatbe jött. Igen. Azt mondja, hogy mobile device management esetében Windows 10-re milyen funkcionalitást kapunk, mit tudunk távolról elérni a laptopokon? Elég hosszú, elég sok minden, többféle licensz van úgynevezett advanced, tehát például az advanced licenszben van a karanténozás, az a standard licenszben nincsen. Elég hosszú a feature lista, az, hogy mobile device managementnél mit tud maga az eszköz. A datasheetet akkor ugyancsak elérhetővé tesszük, ott van egy nagyon hosszú részletes lista arról, hogy milyen funkciók, melyik licenszben élhetünk el. Aha. Tehát, hogyha jól értem, akkor a mobile device management az nem csak mobiltelefonokra, tehát iOS-ra meg Androidra, hanem akkor sima Windows-os laptopokra is elérhető. Sima Windows 10-es laptopokon is ugyanúgy megvalósítható, így van. Na, tök jó. Na, ez teljesen jó.
Hogyha még valakiben maradt némi kérdés, akkor vagy a chatben, vagy a jobboldali Q&A ablakban most még meg tudja tenni, ameddig itt vagyunk. Hogyha nem, akkor köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, remélem kellően hasznos, érdekes tartalomdús volt a dolog. Hogyha ezt az előadást követően mindenkit a kapcsolattartója meg fog keresni, az nem az életlen műve, hanem ez egy, hanem az egy tudatos értékesítési tevékenység következő lépése. A másik pedig, hogy pillanat közben kaptunk még egy kérdést, érdeklődnék, hogy a job control funkció van-e ezekhez a megoldásokhoz? Jelentsen ez bármit is. Gábor, tudsz-e ilyenről? Igen, ez így most jó kérdés. Mit ért a kedves kérdező job control? Igen, bennem is ez merült föl, hogy vajon mit értünk job control alatt. Jó, ezt majd szerintem akkor legyen, hogyha nem kapunk erre tágabb választ, akkor ezt majd e-mailben meg fogjuk válaszolni. Akkor még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek. Szeretnék ugyanebben a körben mindenkit meghívni a jövő heti webinárunkra. Jövő héten a Home Security nevű gyártónak a sérülékenység vizsgálati megoldásáról fogunk beszélni, erről lesz szó, erről is a meghívót rövidesen mindenkinek el fogjuk küldeni. Még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy itt volt, hogy részt vett ezen, és további szép munkát, további szép napot kívánok. Szervusztok, hello! Köszönöm szépen, én is részített viszontlátásra mindenkinek.